Épp a szalagot vágja át Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a Szakályban megújult járdaszakasz fölött. A Magyar Falu programnak köszönhetően az orvosi szolgálati lakást is fel tudták újítani, és az óvoda köré is új, biztonságos kerítés került. Szakályban ez a 3 fejlesztés most 40 millió forint fejlesztési forrás jelentett a településnek, de más egyéb pályázatok során 110 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott hozzá a település, úgyhogy gratulálok nekik, és hát remélem, hogy az idei pályázati felhívásokat is olvassák, és minél több pályázatot nyújtanak be ők is. Potápi elmondta, ennek a pályázatnak köszönhetően az elmúlt 3 évben számos olyan település is rohamosan tudott fejlődni, akiknek enélkül nem lett volna erre lehetősége. Hozzátette, hogy már a 2022-es évre szóló pályázatok is megjelentek. A Magyar Falu programot a kormány 2019-ben indította el. 2022-es pályázati felhívások is már megjelentek, mégpedig számszerűen 14. január 3-án. Ez újabb 70 milliárd forintos fejlesztési forrást jelenthet a kis településeknek. Az én választókerületemben 58 település van, ebből 56 érintett ebben a pályázati rendszerben, és az elmúlt években nagyon szépen szerepeltek a különböző pályázatokon az önkormányzatok, úgyhogy örülök annak, hogy ilyen sok fejlesztési forrást ide lehetett vonzani. Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa január elején közzétett videójában az elmúlt években elért eredményekről beszélt. Egy újabb sikeres és látványos eredményekkel teli időszakot a hátunk mögött hagyva léphetünk be a 2022-es esztendőbe. De nézzük meg közelebbről, hogy milyen újdonságokat, mennyi fejlesztést köszönhetnek a hazai kis települések 2021-ben a Magyar Falu Programnak. Tavaly 15 pályázati kiírást és felhívást hirdettünk meg, melyek kedvezményezettjei az önkormányzatok, az egyházközségek és a falusi civil szervezetek voltak. Ők 100 milliárd forint támogatáson osztozhattak, melyből országszerte közel 780 új falvak lakóinak kikapcsolódási lehetőséget biztosító közösségi tér jöhet létre. Több mint 300 faluház felújítását támogattuk, 470-nél is több egészségügyi fejlesztésre irányuló nyertes pályázat született, melyeknek köszönhetően orvosi rendelők szépülhetnek meg, új korszerű orvosi és védőnői eszközpark áll majd rendelkezésre, és orvosi szolgálati lakások újulhatnak meg a falvainkban. Óvodai fejlesztések is százas nagyságrendben valósulhattak meg, közel 160 óvodaépület felújítását és 681 óvodai játszóudvar, valamint köztéri játszótér fejlesztését támogattuk 2021-ben. Több mint 1300 falusi utca, kerékpárút, járda fejlesztése történt meg, 418 új falubusz segíti majd a falugondokok munkáját. Több mint 660 temetői infrastruktúra fejlesztés valósult meg, és kommunális eszközök beszerzését is nagy számban tettük lehetővé. Közel 900 kis település válhat még takarosabbá a megvásárolt új munkaeszközök segítségével. Falvaink fejlődése az elmúlt 3 évben új lendületet kapott, a települések komfortosabbá, szebbé váltak. Jó hír, hogy 2022-ben is előre megyünk, tovább dolgozunk az élhető falvakért. Hajrá, falvak!